kedves követőket. Most mi kérünk segítséget önöktől. Általában mindig mi szállítottuk az információkat, és láthatják a korona.hargitamegye.ro oldalon, hogy milyen tevékenységet, milyen feladatokat tudtunk elvégezni, illetve ugyancsak a saját oldalamon, a borgolycsaba.ro oldalon is láthatják azokat az intézkedéseket, amelyeket végeztünk az elmúlt időszak. No, de ami lenne a házi feladat és amiben kérik az önök segítségét, az ennek a kérdőjének a kitöltése lenne. Szeretnénk értékelni, hogy ennek a több mint három hónapos munkának az eredményét önök hogy látják. Szeretnénk arról beszélgetni, és szeretnénk arra odafigyelni, hogy az önök álláspontja szerint milyen olyan élethelyzetekkel találkoztak, milyen olyan gondokkal találkoztak, amelyben esetleg tudtunk segíteni, vagy tudtunk közreműködni, vagy talán nem tudtuk önöket kiszolgálni. Hiszünk a közvetlen demokráciában, hiszünk a párbeszédben, és pont ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy kapjunk visszajelzést. Ezt a kérdévet körülbelül pár néhány perc alatt, 3-4 perc alatt ki lehet tölteni, és látják itt önök ennek a kérdének kitöltése során, hogy a kérdéseink arra térnek ki, hogy helyi, megyei, országos szinten milyen lehetőségek és milyen kihívások voltak, melyikkel önök hogy találkoztak. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy önök a közvetlen környezetében, családjában, munkahelyén volt-e olyan eset, ami befolyásolta ilyen szempontban a munkát, az életet, a család életet. De arra is kíváncsiak vagyunk, és igen, itt az én nevem van, hogy amit az elmúlt több mint három hónapban elvégeztünk a csapatommal együtt, hisz itt lehet, hogy az én nevem van, de igazából emögött van egy nagy csapat, akinek én köszönöm külön a munkát, és ennek a nagy csapatnak a munkáját is egyúttal, illetve azt, ahogy dolgoztunk, kihasználva az online kommunikációt, elégségesnek tartotta-e, jónak-e, követnek-e, hisz szükség van arra, hogy kapjunk visszajelzést. Kialakult, most már láthatjuk a közvetlen kapcsolattartás, a közvetlen kommunikációnak a számos forrása. E tekintetben is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan látják, hogyan vélekednek az adománygyűjtésről, illetve egyik kiemelkedő tevékenységünk volt az elmúlt időszakban, az élet így hozta, hogy az oktatás digitális eszközökkel való megerősítése szempontjából elindított nagyobb projektünk, ugye 82 millió euróról szól az egész, hogy a gyerekeink könnyen és hatékonyabban tudjanak tanulni. Ezügyben mi az önök álláspontja. És ha van esetleg olyan projekt, pályázati ötlet, amely segíthetne az elkövetkező időszakban, azt is írják meg. Nagyon egyszerű a kitöltés, ahogy látták, mint önöknek bemutattam. És hát igazából ennek a néhány kérdésnek a megválaszolásával a mi munkánkat tudják segíteni. Még egy kérdésem van, osszák meg ezt a videót. Azért osszák meg ezt a videót, hogy mindenki, aki ezt megteszi, megosztja, segít abban, hogy egy valós képet kapjunk, és a valós képek mentén egy jó döntést tudjunk hozni. Viszontlátásra!